Sziasztok! Vettem néhány DVD filmet is, és úgy gondoltam, hogy ezeket egy videóba bemutatom az összeset, nem pedig külön-külön, mint a Blu-ray-eket. Ugye ezek mégiscsak DVD-k, olcsóbbak, ezeket így gondoltam, gyors bemutatom. Egy videón belül az összeset, amit vettem. Van köztük olyan is, amit internetről rendeltem, meg valamit a MediaMarktban vettem, na de akkor vágjunk is bele. Az első az Stanley Kubricktól a Lolita, ugye ezt láthattátok is, már aki megnézte ezt a videót, hogy a MediaMarktban vettem, ez az előző videómban van benne, és hát ott voltak leárazások, és megláttam ezt a filmet is, és hát gondoltam, megveszem, mert pár száz forintért adták. Nem láttam még ezt a filmet, de hát mégiscsak Stanley Kubrick, ugye itt van az oldalán is ez, ahogy Stanley Kubrick gyűjtemény, tehát ez már akkor az ötödik, talán az ötödik filmem tőle, és minél többet be akarok szerezni, és így most ennek is nagyon megörültem, hogy megláttam, és hát egyből meg is vettem. Nézzük, hogy mi van hátulján. Az idő múlásával ez a film csak tökéletesedik, Sellers és Mason egyszerűen fantasztikusak. Itt van egy kis leírás, extra az nagyon nincs rajta, van egy előzetes, amit még talán említésre méltó, vágatlan, 4:3-as képarány, 147 perces, tehát eléggé hosszú, de ez Kubricktól, ezt megszokhattuk, nyelvek pedig a szokásos angol és magyar felirattal, és 16-os korhatár, pedig elég régi film, 62-es, talán igen, 62-es film, vagy 61, vagy 62, nem tudom. Úgyhogy ezt majd meg fogom nézni, még nem néztem meg. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Nézzük meg gyors a belsejét is, hát ez se túl nagy szám, ilyen egyszerű, de teljesen jó. Tényleg pár száz forintért adták. Én már igazából DVD-kre olyan sokat nem akarok költeni, akkor inkább már megveszem Blu-ray-ben, de amikor látok ilyen leárazásokat, akkor azért szét szoktam nézni, és ezt is így sikerült beszereznem. A következő Nagymenők, ez is MediaMarktos vétel, dupla lemezes extra változat. Ugye Robert De Niro vala főszerepben, és Martin Scorsese filmje. Szerintem ez is egy hatalmas klasszikus alapmű. Én már nagyon régen láttam, úgyhogy majd most jó lesz újra nézni, mert már nem nagyon emlékszem rá, hogy mi volt bennem. Ez is pár száz forint volt. Az a vicc, hogy ez a dupla lemezes változat, ez volt olyan 7-800 forint, már nem tudom, az egylemezes változat pedig 1000 forint, tehát akkor most ez eléggé vicces, meg érdekesen jön ki. Tök jó ez a borító is, nézzük a hátulját. Minden idők legjobb gangsterfilmját, igen, ezt is sokan tartják a legjobb gangsterfilmnek, meg sokan a Keresztapát, tehát igen. Magyar extrák, első lemez, második lemez, rengeteg extrával. Hát sajnos csak 2.0-as magyar hang van rajta, de kárpótol az 5.1-es angol, és még az talán jobb is. 139 perces a film, tehát majdnem 2,5 óra, hát ugye 2 óra, 19 perc, ha jól számolom. Vágatlan, itt is rá van írva, 16:9-es képarány. Ez is egy provideós kiadás, egyébként az előző film is provideós volt, a Lolita. 16-os korhatár, nézzük meg a belsejét. Tehát itt a dupla lemez, az elsőn van a film, a másodikon pedig az extrák. és így néz ki összességében. Egyébként tudom, hogy ezt már kiadták Blu-ray-ben is, meg 4K-ban is, de a Blu-ray-t már nem lehet kapni, a 4K-t én meg nem tudom lejátszani, úgyhogy teljesen jó ez nekem DVD-ben, főleg, hogy dupla lemezes, meg ennyi pénzért, tehát pár száz forintért, úgyhogy ezt is majd újra nézem, mert már nagyon régen láttam. A következő, szintén Martin Scorsese, egyik első filmje Robert De Niroval, Aljas utcák, extra változat, ezt rendeltem, viszont még ezt a filmet se láttam, pedig tudom, hogy ez is egy alapfilm, úgyhogy kíváncsi leszek erre is. Hát extra az nem sok van rajta, pedig rá van írva, hogy extra változat. Na de nézzük, hogy akkor mik ezek. Tehát vadonatúj digitális transfer, audio kommentár, meg hát a verkfilm talán az, ami még úgy egy jó extrának mondható. Előzetes is van rajta, egy modern amerikai film klasszikus. Itt a leírás, pár kép. Hát sajnos csak 1.0-át raktak rá, monót raktak rá minden nyelven. 107 perces, ez is pro videó, és ez is 16-os korhatár. Így néz ki oldalról. Nézzük a belsejét is, ez is teljesen egyszerű. Ilyen a lemez. Na hát úgyhogy majd ezt is megnézem, még nem láttam, de úgy gondoltam, hogy ennyi pénzért egy próbát megér. És hát egy alapfilm ez is, tehát a gyűjteményemben van a helye. A következő kettő inkább, az a Hellraiser 1 és Hellraiser 2. Ezeket is internetről rendeltem, 500 forintért adták őket, és utolsó darabok voltak már, úgyhogy nagyon megörültem, habár ezek már az újrakiadások, de ezek is nagyon jók, szerintem nagyon szép kiadások egyébként. Meg a film is egy klasszikus horrorfilm igazából, úgyhogy már csak azért is. A harmadik rész az már nem volt kapható, meg a negyedik sem, meg a többi se, csak a 7 meg a 8. Azokat viszont nem akartam megvenni, mert azokat még nem láttam, igaz, de azt mondják, hogy azok nagyon rosszul sikerültek. Navigátorfilmes kiadás, nekem egyedül David Cronenbergtől a Veszett meg a Paraziták van, meg a Navigátorfilmtől, de már észrevettem, hogy ők nagyon szép kiadásokat adnak ki. Itt egy rövid leírás, pár kép, hangok magyar 2.0 és angolból van 5.1 is, és tök jó van felirat az extrákon, és tök jó extrák vannak, tehát már csak az első része 3 audio kommentár a rendezővel, meg van egy magyar is, magyar audio kommentár, ami tök jó. Még nem néztem meg őket, de nagyon kíváncsi vagyok, és az angol audio kommentárokon is van magyar felirat, ami még egy tök jó dolog. És van interjú, meg Hellraiser feltámadás, tehát szerintem nagyon jó extrák vannak rajta, ugye 18-as korhatár. Nézzük meg a belsejét is. Elég erős dobban vannak benne. Így néz ki, van egy egyszerű, de teljesen jó hátsó borító, és maga a lemez, és tök jó, hogy nem a DVD borítóját rakták rá a lemezre is, tök jól néz ki. Tehát tényleg ez is 500 forint volt, azt hiszem. Tehát annyiért most teljesen megérte. Második rész. Nézzük, ez is mit tartalmaz. Ugye, hát ugyanaz, hátulról a leírás, képek, hangok is ugyanaz, magyar-angol, extrák, itt is van felirat az extrákon, 2 audio kommentár, itt már magyar audio kommentár nincs rajta, elveszve a labirintusban, meg 2 interjú, még ez is így nagyon szép, tehát nagyon jó extrák ezek is, főleg, hogy van rajta felirat, 18-as, ez is Navigátorfilm. Nézzük a belsejét, meg tök jó, hogy ilyen erős tokba vannak benne, ez manapság már kiment a divatból DVD-k terén, itt is tök jó belső borító, meg a lemez is, tehát én abszolút nagyon megörültem ennek a 2 filmnek, még ha a 3. meg 4. részét már nem is lehet kapni, a többi igazából már nem is érdekel annyira. Úgyhogy ezek is tök jó, hogy be tudtam még így szerezni, főleg, hogy utolsó darabok voltak. Na, és akkor már csak egy van hátra, de az Ördögűző bővített rendezői extra változat. Ez is már utolsó darab volt, vagy nem is tudom. Volt Blu-ray kiadásba is, ami sajnos elfogyott, mert én nagyon sokat hezitáltam, hogy most melyiket rendeljem meg, és akkor aztán egyszer csak elfogyott a Blu-ray is, meg ez is, tehát az volt írva, hogy már nem kapható, de aztán egyszer láttam, hogy ez a DVD, ez újra kapható, és azt írt, hogy már csak egy darab van belőle, úgyhogy egyből rendeltem is meg. Igazából nem bánom, hogy nem a Blu-ray kiadás lett meg, mert azon kevesebb extra van, és ez nem olyan látványfilm, hogy most feltétlen Blu-ray-ban legyen meg. Hát a filmről pedig túl sokat nem kell mondani, az egyik legalapabb horrorfilm, és hát sokan minden idők legfélelmetesebb filmjének mondják, habár már manapság szerintem azért ez túlzás, de akkoriban, 1973-ban, talán 73-as a film, ha jól tudom, akkoriban nagyon nagyot ütött, és nagyon sokan ezt tartották akkor a legfélelmetesebb filmnek. És hát kétségkívül egy hatalmas klasszikus, tehát minden idők legkiválóbb horrorja ismét a lelkünkben markol. Az extrák között új dokumentumfilmek, eddig sosem látott felvételekkel a klasszikus jelenetek forgatásáról. Itt egy rövid leírás, itt vannak az extrák, tök jó, rengeteg extra van rajta, magyar felirattal, bár az audio kommentára sajnos nem, meg az első lemezen lévő extrák, bár azon nem sok van, inkább a második lemezen vannak ugye az extrák, és azok már magyar felirattal vannak. Új 3 részes dokumentumfilm forgatásának nehézségeiről és gazdag örökségéről, egész estés dokumentumfilm, interjú, galléria. Játékidő 127 perc, kicsit több mint 2 óra hossza, és ez is Pro Video 18-as, így néz ki oldalról, és a belseje pedig, hát ez kicsit csalódás volt nekem a belseje, ugyanis hát semmi kép nincs a lemezen, meg ilyen tök egyszerű, tehát azért valamit rakhattak volna rá, mint például a Nagymenőknél, ott azért volt valami kép a lemezen, itt meg semmi, tehát legalább a címét ráírhatták volna, hogy The Exorcist, vagy valami, vagy magyarul az Ördögűző, hát azért szerintem ez sokkal jobb lett volna, ha van rajta valami, ez szerintem így nagyon nem jó, de mindegy, amúgy maga a kiadás az szép, meg az extrák is, csak nekem egyedül a belülről a lemez nem tetszik. A film viszont egy klasszikus, tényleg, ennek is a gyűjteményben van a helye, meg én is nagyon szeretem ezt a filmet, tehát attól függetlenül, hogy klasszikus, nagyon szeretem én is, szerintem az egyik legjobb, sőt a legjobb ördögűzős film. Na, akkor nézzük is sorba, hogy mik is vannak. Tehát ugye ezek voltak. Az új DVD beszerzések. Ezeket így egy videóban bemutattam. Ugye Stanley Kubrick, Lolita, Nagymenők, Martin Scorsese, Aljas utcák. Ez is Martin Scorsese és Robert De Niro. Hellraiser 1-2 és Ördögűző dupla lemezes változat. Ja, de egyébként ez volt kicsit drágább, mint 1000, de 1500 volt, vagy 1600, de ezt úgy gondoltam, hogy ezt mindenféleképp megveszem, mert aztán már lehet, hogy nem lehet kapni, ha nem adják ki újra, és ezt nem akartam kockáztatni. A többi az mind pár száz forint volt, tehát ennyi pénzért már szerintem teljesen megéri. Na, ennyit szerettem volna, most akkor így egyenlőre bemutattam az új Blu-rayokat, azokat az előző videókba egyesével, itt ebbe a videóba meg ezeket a DVD-ket, úgyhogy most egy darabig szerintem nem lesz bemutató, amíg nem vásárolok új filmeket, és hát most egy ideig úgy nem is terveztem. Na hát úgyhogy még nem tudom, mikor fogok jelentkezni, de valamikor majd biztos. Lehet, hogy másfajta videókkal, de mindenképpen a film témával. Úgyhogy addig is sziasztok, és majd valamikor akkor jelentkezem.